építettünk egy családi házat is közben, születtek gyermekeink, egy új házba laktunk, és 5 évig laktuk és eladtuk, és ide jöttünk, és itt vettünk egy romos házikót, most abban lakunk, már felújítottuk, és itt a környéken adott az Úr nekem Sárszentlőrincen egy lehetőséget arra, hogy cigányok emberek felé szolgáljak. ...1973-ban nehezen születtem meg. Egy fogóval segítettek a napvilágra. Az orvosok azt mondták, hogy ennek maradandó károsodása lesz, és valószínű, hogy felnőtt koromra le fogok épülni, és körülbelül 30 éves koromra megtörténhet, hogy vége szakad az életemnek. Ez nyomot hagy szülőnek a szívébe, és igyekeztek úgy nevelni, hogy minden kényelmem meglegyen. Hát kényeztettek és szabadon neveltek. 10 évesen már dohányoztam barátaimmal, szülői felügyelet nélkül hosszabb időket eltölthettem. Elkezdtem 13 évesen küzdősportokkal foglalkozni. 17 éves koromban megvertem egy 27 éves rendőrt, úgyhogy tehát olyan szintre fejlesztettem ezt a küzdősportokat, hogy ő nem is tudott visszaütni, eleve gyorsan, gyors ütésekkel megszédítettem, aztán összeesett ez az ember. Volt egy Isten hittem, amit talán a nagymamám belém nevelt, mert a régi idős emberek azok még azoknak a kommunizmusban is volt valamilyen istenhitük, valamilyen istenképük. A bíróságon imádkoztam, hogy azért ne kerüljek börtönbe, és tényleg egy csoda történt, nem kerültem börtönbe, de a barátok előtt ezt már úgy reagáltam le, hogy én olyan vagány voltam, hogy túljártam az eszükön. 20 éves koromban a szervezetbűnözés lett az életem, ami azt jelentette, hogy naponta drogfogyasztásba vettem részt, és embereket zsaroltunk, embereket tartottunk sakba annak érdekében, hogy pénzhez jussunk. Amikor 90-es években vége szakadt a szovjet államnak, akkor egy nagy káosz volt, nem volt felkészülve a rendőrség ilyen nagyfokú bűnözésre, és mi arra rendezkedtünk be a bandánkkal, hogy a fekete kereskedőket megjattoljuk, tehát rendszeresen naponta, hetente és havonta pénzhettünk tőlük. Tehát azt mondhatom, hogy a 90-es években Beregszász városának az egyik ismert alvilági figurája voltam. Ez azt jelentette, hogy bármilyen szórakozó helyen megjelentem, ott félelem támadt, és többször kerültem összetűzésbe a rendőri igazságszolgáltatással, többször álltam bíróság előtt. 2000-re az a félelem, amiről azt mondták valamikor az orvosok, hogy 30 éves koromra vagy szellemi fogyatékos leszek, vagy teljesen leépül az egészségem, és eltávozok ebből az életből, hát kezdett beigazolódni, csak nem a betegségem révén kezdett az életem nagyon leépülni, hanem a bűnözés miatt. És addig folyt, hogy ugye folyamatos alkoholhatás és droghatás alatt voltam. Ez a súlyos állapot oda vitt a szüleimet Krisztushoz. Édesapám és édesanyám is megtért ennek a nyomására, hogy én ilyen életet éltem. Egy komoly verekedésbe kerültem, ahol rengeteg vért vesztettem. Egy ismeretlen taxis vitt haza, és másnap reggel felébredve azt kértem a szüleimtől 26 évesen, hogy hívjanak egy lelkészt, meg akarok gyógyulni, és meg fogok halni. El is jött a lelkész, akkori református lelkész, Tarackközi Gerzson, aki meggyóntatott engem, tehát bűnvallást tettem. Elmondtam a bűneimet, és mondtam, hogy nem szeretnék pokolra kerülni. A lelkész csak annyit mondott, hogy hozott egy igei üzenetet a gyümölcstelen fügefa példázatát, és azt mondta, hogy még egy évet ad neked Isten. És azt kérte tőlem, hogy mondtam, hogy de nekem már nincsenek itt órák, nem tudom mennyi időm a hátra, és azt mondta nekem, szorítsam meg a kezét. És megszorítottam a kezét bűnvallás után, és erő árad belém. Éreztem, hogy Isten ereje egy készszorítás által belém árad. Akkor elkezdett egy vajudás, olvastam a Bibliát, álmatlan éjszakák,
veríték, meg így, ahogy lenni szokott ilyen állapot, delérium, fél delériumos állapotban. És februártól május végéig küzdöttem. Próbáltam hívő életet élni, de nem voltam újjászületve. És mindig próbáltam jó lenni, de mindig az ördöghöz voltam egy kötés, mindig megpróbálta egyensúlyozni, hogy kicsit, ha jó voltál, akkor kell egy kicsit, hogy rossz legyél, hogy ebbe valahogy egyensúlyod legyen ebbe az életbe. És ezt így elhittem neki, és még utána is történtek szennyes dolgok, amíg nem azt mondtam, hogy nem lehet így élni, vagy egyik úton járni, vagy a másik úton járni. És akkor, amikor ez teljesen eldőtt bennem, akkor felajánlották, hogy menjek el Biatorbágyra. És akkor 2000 május végén az egyik bűnöző barátommal elmentünk Biatorbágyra, akinek szintén elege lett ebből a mocskos életből, és elmentünk, és 2000 május 28-án kezdődött a férfi hét, és ott átadtam az életemet, és megváltott gyermeke lettem az Úrnak. És attól kezdve eldöntöttem, hogy nem megyek a világba, Istennek fogok szolgálni, és elindultam utca gyerekek közt, és szenvedélybetegek közt, és idősek felé elkezdtem szolgálni. És így kerültem ide Tolna megyébe, megérintett engem, hogy itt annyira sivár, kietlen, vidék ez lelkileg, és 2012 óta itt lakunk Tolna megyébe, és itt a környéken adott az Úr nekem Sárszentlőrincen egy lehetőséget arra, hogy cigányok emberek felé szolgáljak. Körülbelül egy ilyen 30 és 35 családdal vagyok szorosabb kapcsolatban, és ez nekem tanulási lehetőség, hogy azt látom, hogy az evangélium módja, hogy hirdetjük, ahhoz kell alakítani, amilyen az ember. Segítünk, és nem várjuk el, hogy jöjjön a gyülekezetbe, nem ez a cél, hanem az, hogy bemutassuk azt, aki van, és aki örökké él. Nem okvetlenül az a eredmény, hogyha fel tudunk mutatni egy nagy létszámú csoportot, hanem hogy hány emberre tudunk kapcsolatba maradni és bizalmat kiépíteni. És aztán a többit azt az Isten megadja, hogy merre, melyik irányba, azt ő tudja.